Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Díjazták a pálinkákat. Elismerést kaptak a legjobban sikerült italok készítői. Egyesített országrészek. Almából született meg a nemzeti összetartozás pálinkája. Vadász és horgásznap a Várkertben. Idén Gyula adott otthont a Békés megyei rendezvénynek. Péntek délután kihirdették az idei nemzetközi pálinka és párlatverseny eredményeit. Idén a legjobb magánfőzött párlat Bartik Ádám és neje Megyer Könnye Sárga Vilmosa lett, a legjobb bérfőzetett párlat díját Pucsok Sándor Almája nyerte. Ez a nap híre. Péntek késő délután kihirdették a Brillante 2022 nemzetközi pálinka és párlatverseny eredményeit. Az eseménynek idén is az Almási Kastély Stefánia szárnya adott otthont. A közel másfél órás díjátadón számos elismerést talált gazdára. Az eseményen Bora Imre fesztiváligazgató felidézte, amikor elkezdték a verseny szervezését, szerették volna elérni azt, hogy újra Gyula legyen az ország első számú pálinka és párlatversenyének helyszíne. Bízom benne, hogy előbb-utóbb ez sikerülni fog. A mai kereskedelmi helyzetben, ami a pálinkát és a pálinka gyártókat sújtja, azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy olyan összefogás, ami egy közös marketinget és egy közös értékesítési csatornában segíti ennek a terméknek, ennek a gyönyörű hungarikumnak a további sikereit. Görgényi Ernő polgármester beszédében felelevenítette a pálinka történetét. Elmondta, eljutottunk odáig, hogy ma már tudjuk, hogy a legjobb gyümölcsökből készülnek a legnemesebb pálinkák. A pálinka készítés egyik küldetése az, hogy az egyébként mulandó gyümölcsnek megőrizzük a lelkét, megőrizzük az aromáját, az illatát évekre, jó esetben talán évtizedekre is, és mivel gyümölcsből készül, és a gyümölcsök is különbözőek fajta szerint és évjárat szerint, ezért nem lehet két egyforma pálinka sem, ezért is élmény a pálinka kóstolás, a mértékletes pálinka fogyasztás, hiszen páratlan gasztronómiai élményeket ad mindannyiunk számára. Kossuth Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke úgy fogalmazott, a pálinka lelke a gyümölcsből indul. Amit már itt a mai napon többekkel beszélgetünk, nagyon összetett folyamatról van szó, ahol már a cefre készítésétől a pálinka kifőzéséig odafigyelést és törődést igényelő folyamatokról beszélhetünk. Hogyha nem készül el egy cefre kiváló minőségben, hiába jó a főzőmester. Ha elkészül egy cefre kiváló minőségben, hiába jó egy főzőmester. Itt összetett folyamatokról és egy teljes vertikumról beszélhetünk. Lovasi György, a versenyigazgatója hangsúlyozta, az idei versenyre összesen 990 minta érkezett be nem csak Magyarország területéről, hanem a környező országokból is. Jöttek minták Románia, Erdély területéről, Szerbiából, Vajdaságból, Szlovákiából, és a legtöbb minta, mint egy 750 Magyarországról. A mintáknak a jó része az magánfőzetőktől került ide, 118 darab kereskedelmi minta volt, és 132 darab bérfőzetett minta volt benevezve. A pénteki díjátadón a bronz, ezüst és arany minősítések mellett külön díjakat ítéltek oda az arra érdemesnek tartott nevezőknek. Nagy örömmel fogadtam, hogy vannak díjnyertes pálinkák a beküldött mintáim között. Ez mindig egy ilyen kimagasló verseny, ez a Brillante. Széleskörű párlatokat, pálinkákat küldtem be, egészen a gyümölcsöktől a déli gyümölcsök, zöldségpárlatok, és szép eredményeket hoztak, valamelyiknek még érnie kell, valamelyik már most arany lett, úgyhogy teljes mértékben vagyok elégedve. Idén a legjobb kereskedelmi pálinka a Podrum Palics 1896 Siva Baraba párlata lett. A legjobb bérfőzetett párlat díját Pucsok Sándor, Starking Alma párlata nyerte.
Békés megye legjobb pálinkája 2022-ben a Gyulai Pálinka Manufaktúra érlelt alma pálinkája lett. Ez egy óriási elismerés nekünk szakembereknek. Én nagyon örülök és gratulálok a kollégáimnak, hiszen ez egy közös csapatmunka eredménye. A Gyulai Pálinka Manufaktúra érlelt alma pálinkája lett Békés megye legjobb pálinkája 2022-ben. Ez egy csodálatos almapálinka, ami egy töltve hordóban pihent, majd utána új életek kelt, úgyhogy végtelen öröm és büszkeség számunkra, hogy 2022-ben miénk a legjobb Békés megyében. A legjobb magánfőzött párlat Bartik Ádám és neje, Megyer Könnyes Sárka Vilmos párlata lett. 2014 óta foglalkozunk pálinkafőzéssel. Ez egy Sárka Vilmos körte párlat volt. Ezt magunk állítottuk elő, ezt a cefrit, mi főztük ki a pálinkát, és ezzel indultunk a fesztiválon, a versenyen, és szerencsére a mi pálinkánk lett az első. Adami Kanikó, a verseny szakmai igazgatója elmondta, az idei évben a bírálat új rendszerben zajlott. Eddig ugye a 20 pontos rendszer volt, amin bíráltunk, most viszont idén először 100 pontos bírálati rendszerbe, ami azt jelentette, hogy jobban széjjel tudtuk bontani az illatot, az ízt, a tisztaságot, nagyobb pontszámokon belül tudtunk pontokat adni. Mindenféleképpen megnéztük először egy terméknek a tisztaságát, hogy technológiailag tiszta-e. Illatában megnéztük az illatnak az intenzitását, az illatnak a karakterét és az illatnak a tartóságát. Utána vettük az ízeket, az ízeknek is megnéztük a gyümölcs karakterét, hogy mennyire illik az adott gyümölcsre. A legeredményesebb bérfőzető idén Guba Krisztián lett, a legeredményesebb magánfőző elismerést pedig Mladonicki István vehette át. Hazai és határon túli magyar területekről érkezett almapárlatokból háziasították az Almási Kastély Stefánia szárnyában a Nemzeti Összetartozás pálinkáját. A Gyulai Fesztiválon ezúttal az alma játszotta a főszerepet. Bravo. Határon innen és túltermett almából készültek azok a párlatok, melyeket összeöntve 2022-ben megszületett a Nemzeti Összetartozás pálinkája. Szombaton az Almási Kastély Stefánia szárnyában készült el a különleges nedű. Az eseményen Bora Imre fesztiváligazgató emlékeztetett, néhány évvel ezelőtt Barabás Attilával, a Magyar Pálinka Lovagrend elnökével fogalmazták meg célként azt, hogy egy olyan programot hirdessenek, mely a Nemzeti Összetartozást tűzi zászlajára. Azt szerettük volna, hogy legyen egy olyan szimbólum, amire majd az unokáink is büszkék lesznek, és úgy gondolom, hogy mai nap eljött ez, hogy ez a szimbólum megszületett végletekig, végsőkig, és úgy hiszem, hogy az elmúlt évek nehéz munkája, mert azért 4 év kemény munkája van ebbe, hogy elfogadják és tiszteljék és szeressék. A 4 év munkája beérett. Barabás Attila, a Pálinka Lovagrend elnöke hangsúlyozta, ebben az italban nem csak a történelmünk, a kultúránk és a gasztronómiánk van benne, hanem a jelenünk is. Egy ilyen ital pedig egy egész nemzet imás hordozójává válhat. Hogy a pálinka nem ért révbe, a pálinka előtt feladat van. Az, hogy nemzeti imás hordozóvá váljon, ahhoz egyrészt történelem kell, szándék és cselekedet kell. Ugye, ha belegondolunk a magyar pálinkába, a nemzeti italunkba belegondolunk, nagyon sok szereplős, nagyon sok szabályozó van. Hát gondoljunk bele a határon túli pálinkák párlatok kérdéskörébe. Gondoljunk bele a magánfőzés kérdéskörébe. Gondoljunk bele a bérfőzés és a bérfőzők és bérfőzetők kérdéskörébe. Görgény Ernő gyulai polgármester az alma jelentőségéről beszélt, Kovács József országgyűlési képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy 2000-ben, 22 évvel ezelőtt rendeztek először Kisüsti Pálinka Fesztivált, azóta a pálinka hungarikummá vált. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke emlékeztetett. A Kádár rendszer mindent megtett annak érdekében, hogy elfelejtsük egymást, vagyis megszakadjon a kapcsolat a határon innen és azon túlélő magyarok között. Ez a kapcsolat aztán gyorsan helyreállt, ebben pedig az ilyen és az ehhez hasonló programok is segítenek.
Erre szükségünk van valamennyünknek, különösen igaz ez a sokat szenvedett kárpátai magyarságra, amely történetének egyik legnagyobb tragédiáját szenvedi mostan el, hiszen arra a rendkívül nehéz gazdasági, egyéb körülményeket még rám hozták a háborút is annak minden következményével együtt. Páncél Károly a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke úgy fogalmazott, minden állam legfontosabb feladata, hogy a nemzete megmaradjon, így a magyar államnak ugyancsak küldetése, hogy a határon túli nemzetrészek is erősödjenek. A nemzeti összetartozás ügye az ma már egy valóság. És nem pusztán jogszabályok, hogy 2010-ben a Magyar Országgyűlés elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényt, a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételt, hogy 2011-ben rögzítettük az új alaptörvényben, hogy a határon túli magyarokért a Magyarország felelősséget visel és vállal. Nem csak jogszabályokról van szó, hanem mindarról, ami az elmúlt 12 esztendőben megtörtént. A Nemzeti Összetartozás pálinkájának összeöntését kulturális programok színesítették. Mi egy vérből valók vagyunk. Főzőversennyel összekötött Békés megyei vadász és horgásznapot rendeztek szombaton Gyulán. Az esemény megnyitóján elhangzott, a Pálinka Fesztivál és a vadásznap egyszerre szól a gasztronómiáról, a turizmusról, a közösségépítésről és a nemzetegyesítésről. Harmadik alkalommal rendezték meg a Békés megyei vadász és horgásznapot szombaton Gyulán. A Pálinka Fesztiválhoz is kapcsolódó eseményt főzőverseny színesítette. A Sarkadi Horgász Egyesület sült keszeget készített. Körösi keszeg, tehát nem tavi, hanem folyóvízi keszegeket fogtunk, és a zsűrűnek fogunk kivinni még emellett süllőt. Nyilván az is folyóvízen lett fogva mi általunk. A Gyulai Sporthorgász Egyesület vörösboros, gombás, gyufatésztás, míg a Munkási Horgász Egyesület pedig egy hétfajta halból passzírozott halászlevet készített. A legfőbb halunk a balin. A balinnak van a legfinomabb íze így halászlébe, csak sokan nem szeretik, mert nagyon szálkás. Viszont balinon kívül van benne keszeg, kárász, törpeharcsa, ponty, amúr és szürkeharcsa is. Tehát mi mindig ezt a hétféle halból készülő halászlevet gyártjuk, és mindig az a legnagyobb lényeg, hogy nagy mennyiségben, sok jó fűszerrel, és akkor már rossz nem lehet. Takács Árpád főispán az esemény megnyitóján kiemelte. A Pálinka Fesztivál és a vadásznap egyszerre szól a gasztronómiáról, a turizmusról, a közösségépítésről és a nemzetegyesítésről. Történelmi napra ébredt a Békés-megyei vadásztársadalom, hiszen több mint három emberöltő után hazaértek az Almási kastély egykori ura, Almási Dénes, Dám és Gim trófeái, amelyeket 1905 és 1922 között ejtett el Gyulaváriban, illetve Gyula környékén. A kormányhivatal, mint vadászati hatóság biztosan tudja azt, hogy a vadászat nem csak úri passzió, vagy nem kizárólag úri passzió, sőt egyáltalán nem az, és nem csak a sportról szól, hanem tudatos vadgazdálkodási tevékenységről. És éppen ezért én minden esetben meghallgattam kiváló barátom és kiváló vadász Rabovszky János elnök úr kérését, és a 85 vadászatra jogosult, és a 3000 vadászt tömörítő vadászkamarának a szavát, amikor is engedélyeztük azt, hogy az élőnyúl befogása kitolódjon, az élőnyúl mezőnyúl elejtése kitolódjon, ezzel is csökkentve a koronavírus járvány által okozott kedvezőtlen hatásokat. Kónya István a polgármester emlékeztetett, Gyula is büszkélkedhet egy jelentős Afrika kutatóval, vadásszal, mégpedig Mészáros Kálmánnal. Neki köszönhetjük az első természetfilmeket, az első korabeli beszámolókat az afrikai nagyvadak viselkedéséről. Így Gyula városában nem véletlen, hogy összegyűlt a horgász és összegyűlt a vadásztársadalom, hiszen olyan kulturális, természeti és gasztronómiai értékekkel bír településünk, ami nem csak Békés megyében, nem csak az országban, hanem határainkon túl is méltán híres. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke elmondta, a vadásznapok közel 30 éves múltra tekintenek vissza Magyarországon.
Évről évre megrendezik az országos vadásznapot, és a megyei területi szervezeteknél is rendszeresen megtartják ezeket a programokat. A vadásznapi rendezvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy a látogatók ezen széles rétegének egy kicsit megmutassuk magunkat, megmutassuk azt, hogy mit jelent a vadászat, a vadgazdálkodás, tudatosítsuk bennük azt, hogy a vadászat és a vadgazdálkodás az a fenntartható természetgazdálkodás szerves része, és ha az ember nem avatkozna be ebben a rendszerben a hosszú távú fenntarthatóság érdekében, akkor nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy ez a rendszer nagyon hamar összeomolna. Hunya Miklós, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége elnöke elmondta, a horgászat és a vadászat szorosan összefügg, de az előbbi egy egyéni tevékenység. Ahhoz, hogy ezt biztosítsák, ahhoz közösségi munkára van szükség. Ez a mai rendezvény is arra nagyon jó, hogy megmutassuk közösségünket, megismerjétek a horgászatot kiállításon, főzéseken, és úgy gondolom, hogy az itteni találkozások, az egymással történő beszélgetések új inspirációt adnak a jövőre tekintettel. Raboszki János, a Békés megyei vadászszövetség elnöke elmondta, harmadik alkalommal rendezték meg közösen a vadász és horgásznapot. Kiemelte, az elmúlt évtizedek legnehezebb éve előtt állnak. Helyt kell állni, tovább kell vigyük apáink, nagyapáink hagyományát, és egy nagyon nehéz vadgazdálkodási időszak alatt állunk, nagyon nehéz vadászati szezon előtt, de én úgy gondolom, hogy a Békés megyei 3000 vadászból durván a fele, egy 1500 vadász az, aki helyt áll minden nap a vadászterületeken. A másik 1500 vadász fegyvertartó, illetve alanyi jogon vadászként szerepel. Tehát nagyon nagy terhek tevődnek rá, úgy gondolom, azon vadászokra, akik vadgazdálkodnak és ápolják, gondozzák a magyar vad tulajdonát képező vadállományt. A szombati esemény részeként számos elismerést adtak át, illetve új vadászokat is avattak. Van jövője a Gyulai Pálinka Fesztiválnak, hangzott el a rendezvény megnyitó ünnepségén. Rövid hírek következnek. Csütörtökön a pálinka lovagrendek felvonulásával kezdődött a 22. Gyulai Pálinka Fesztivál. A hivatalos megnyitó előtt mazsorettek műsora szórakoztatta a közönséget a várkertben. A kiállítók közül volt, aki domaszékről érkezett a rendezvényre, és tradicionális pálinkákat hozott magával. Bora Imre, a Pálinka Fesztivál igazgatója elmondta, nagyon örülnek, hogy ilyen szép helyszínen, a Gyulai Várkertben rendezhetik meg ezt a rendezvényt. Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke hangsúlyozta, Magyarország nemzeti itala a pálinka. Az agrárkamarának fontos feladata a nemzeti értékek ápolása. Az eseményen Takács Árpád főispán Gyula szerepét kiemelt fontosságúnak nevezte ma Magyarországon. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, a háború és a pandémia okozta gazdasági válság sok mindenkinek jelent rendkívüli nehézséget, de ez a fesztivál létezni fog. Kovács József országgyűlési képviselő felelevenítette a rendezvény kezdeti pillanatait. Elmondta, amikor legelső alkalommal megrendezték az eseményt, akkor még a Kisüsti Pálinka Fesztivál nevet viselte, és a pálinka még nem szerepelt a hungarikumok között. Azóta viszont nagy utat jártak be. Jakab István, a Magyarországgyűlés alelnöke beszédében elmondta, nemzeti italunk, a pálinka úgy köt össze bennünket, mint magyarságunk, melyre büszkék vagyunk határon innen és túl. A rendezvény programjai szombat estig tartanak. Pálovics Ágota és Simon Figábor műsorát hallhatta a Pándi Galéria közönsége csütörtök délután. Immár negyedik alkalommal nyílt meg a Békés megyei központi kórház munkatársainak alkotásaiból összeállított kiállítás a Gyulai Tagintézmény igazgatósági épületében. A tárlaton 60 képző és közel annyi iparművészeti alkotást mutattak be. Pap Mária munkái a színek bűvöletében születtek.
A kiállítás létrejöttében nagy szerepet vállaló Bodor Anita saját munkáit is bemutatta. Azt mondta, kedvtelésből kezdett el festeni, de a kikapcsolódáson túl egyfajta megtisztulást is jelent számára az alkotás. A kiállítás anyagát a korábbi hetekben Békés Csabán mutatták be, a művek ezután érkeztek Gyulára. Pálovics Ágota képei nőket ábrázolnak. A kezdetekhez képest növekvő számú kiállító szakmai tevékenysége mellett ezen a tárlaton a művészet iránti elkötelezettségéről is tanúbizonyságot tett. A kiállítás október 15-éig látogatható. Idén két kiállítóhely bemutatásával csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű kezdeményezéshez az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Az esemény sorozat több mint 20 éve hozza közelebb az érdeklődőkhöz épített örökségünket, műemléki értékeinket. Az elmúlt években olyan épületek és épületrészek megismerésében nyújtott segítséget az Erkel Ferenc Nonprofit Kft., melyek megtekintése és bejárása nem hozzáférhető a nagy közönség számára. Ilyen többek között az Alispáni Lak, valamint a Rabbi Ház. Az idei választottjaik azonban a hétköznapokban sincsenek elzárva, de még így is sok újdonsággal szolgálhatnak. Másnap a Stefánia szárnyat ismerhetik meg az arra kíváncsiak. 10 és 18 óra között óránként indul majd a Stefánia kör elnevezésű program, amely a Bátremben kezdődik. A Kohán képtár és a Stefánia szárny is 10 és 18 óra között várja majd az épített örökségek iránt érdeklődőket. A részvétel mindkét napon és helyszínen díjtalan. Pénteken a Békés megyei rendőrfőkapitányság megbízott vezetője, Vörös Ferenc köszöntött három rendőrt. Egyikük Medve József, a főkapitányság rendészeti igazgatóság közterületi támogató alosztály járőrvezetője, a közelmúltban köztársasági elnöki elismerésben részesült, magyar ezüstérdem keresztet vehetett át. Medve József közel 34 éve lát el hivatásos szolgálatot, 26 éve tagja a Körös közterületi támogató egységnek. Ketten pedig Mark Robert, a gyulai határrendészeti kirendeltség szakértője, és Medve István, a gyulai rendőrkapitányság rendészeti osztályának járőrvezetője, a 19. országos vízirendészeti járőrversenyen a megyei főkapitányságok között a legjobban teljesítettek, első helyezettek lettek. Ők ketten nem először értek el kiváló eredményt, immáron 7. alkalommal állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A megbízott főkapitány gratulált munkatársainak szakmai munkájukhoz, magas szintű felkészültségükhöz és köszönetet mondott helytállásukért. Több mint fél évszázada nem látott madarat figyeltek meg Kardoskútnál. Lapszemle következik. Megújulhat a régi magtár Körösújfaluban. Mintegy 68 millió forintból tennék rendbe a régi épületet, közölte a Beol. Az épületet a közelmúltban vásárolta meg az önkormányzat, most tárolóként szolgál. Agyagba formázott szentség. Tartalom és forma különleges harmóniájának lehetnek tanúi a Szegedi Dóm legújabb kiállításának látogatói, írta a szegedcsanád.hu. A Teremtésség című tárlaton Kovács Jenő, szegedi születésű szobrászművész szentekről készített alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. Kis goda bukkant fel Kardoskútnál. Egy vonulásban lévő kis goda bukkant fel a napokban a kardoskúti fehér tavon. A kmnp.hu azt írta, ezen a szikes tavon legutóbb még az 1960-as években Sterbec István, a híres természetvédelmi szakember látott utoljára kis godát. Elszármazottak találkoztak. Még Kanadából is érkeztek a kis csákóról elszármazottak találkozójára, írta az Orosz Café. Az eseményen megünnepelték a városrész régi iskoláinak állított műemléket is, amely 5 éve készült el. Szeles, hűvös időre számíthatunk a következő napokban. Ezen a héten sem maradunk csapadék nélkül. Kedden felhős napos időszakok váltják egymást, csapadék előfordulhat. A hőmérséklet 7 és 17 fok között alakul. Szerdán is marad a napos, felhős idő. Jó eséllyel esti fog az eső is. A hőmérséklet 6 és 16 fok között alakul. Lássuk még egyszer mai híreinket. Díjazták a pálinkákat. Elismerést kaptak a legjobban sikerült italok készítői. Egyesített országrészek.
Almából született meg a nemzeti összetartozás pálinkája. Vadász és horgásznap a Várkertben. Idén Gyula adott otthont a Békés megyei rendezvénynek. Ez volt a Gyula TV híradója. A pódiumban a Pálinka Fesztiválról láthatnak összefoglalót. Kövessenek minket közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk!